Üdv mindenkinek, Csabai Ábel vagyok, és a következőkben Szendi Gáborral készített interjúmat fogjátok hallani, akivel elsősorban az új könyvéről beszélgettünk, aminek címe Paleolit ismeretek haladóknak, és többek között ketogén diétáról, cukorfogyasztásról, kávéfogyasztásról beszélgettünk, a stressz hatásáról az emberre, illetve különböző pszichológiai témákba is belementünk, mint például a boldog élet titkába, és hogy az emberek hogyan tarthatnák be végre az újévi fogadalmaikat. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog az interjú. Szendi Gábor egy nagyon nagy tudású pszichológus és táplálkozástudós, és rám nagyon nagy hatással volt az évek során az ő munkássága. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, és ezennel vágjunk is bele. Azt lenne érdekes hallani tőled, hogy ugye 2009-ben írtad a Paleo táplálkozás című könyvedet, most ugye 2016-ot írunk mindjárt, és hogy hogyan látod, ami történt a Paleo mozgalommal itthon, mondjuk így az elmúlt, most már lassan 7 éve, hogy jó irányba ment, rossz irányba ment, közvélemény megítélése, tudományos ellenhangok, hogy hogyan látod te ezt most? Hát ugye egyrészt nekem is váratlan volt ez, hogy ez ilyen gyorsan elterjedt és népszerűvé vált, de másfelől meg hát ez nekem nagy öröm volt, mert hiszen én azt gondolom, hogy tényleg egy egészségügyi katasztrófa közepében van az egész nyugat, és az egészségügy válsága az nem csak abból fakad, hogy mennyi GDP-t költenek az egészségügyre, hanem abból is fakad, hogy gyakorlatilag hatástalan a nyugati orvoslás a civilizációs betegségekkel szemben. A itthon az a kezdeti, tehát volt egy naív korszak, amikor mindenki lelkes volt, nem akart külön utakat járni, nem voltak a mozgalomon belül kritikus hangok, ez egy ilyen aranykor volt. Aztán megjelentek a haszonlesők, nem a kereskedőkre gondolok, mert a kereskedőket én óriási jelentőségűnek tartom, tehát az, hogy Magyarországon elindult a paleo kereskedelem és a paleo termékek fejlesztése, ezt én borzasztó örvendetes dolognak tartom. Hanem viszont megjelentek olyan magukat autentikusabb irányzatnak nevező, de valójában szélsőséges nézeteket terjesztő, vagy éppen egészen badaros tovasságokat hirdető nézetek, amik kifejezetten ártottak a mozgalomnak, elvesztette a mozgalom ebben az értelemben az egységességét. Tehát itt valószínűleg a mozgalom úgy néz ki, hogy van egy mag, azon belül mennek a veszekedések, és aztán van egy egyre táguló kör, egyre felszínesebb ismeretekkel, de ezt nem tartom bajnak. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki akár csak a paleónak az egyik alapeszméjét, hogy a finomított szénhidrát fogyasztást csökkentsük le, ha ezt megérti, akkor már valami nagyon alapvető dolgot megértett. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen low-carb irányba elmozdul valaki a nyugati étrendből, akkor már nyert ügye van. És szóval nem tudom, hogy mennyire figyelgeted így a nemzetközi szinten, hogy mi történik így a paleo mozgalommal, de én személy szerint azt veszem észre, hogy amit te képviselsz itthon, talán az van egyedül közel ahhoz, amiről elvileg a paleo kellett volna, hogy szóljon. Tehát, hogy ha Amerikában, meg így nemzetközi poronnal, hogyha körülnézünk, akkor ott már a paleo már azt vetít rá az ember gyakorlatilag, amit akar. Tehát, hogy így elinflálódott ennek a szónak a jelentés, nem tudom, ezt te is így látod? Én azt gondolom, hogy ugyanaz érvényes nyugatra is, mint Magyarországra. Tehát nem úgy tekintek a nyugati paleo mozgalomra, mint az igazi paleo, vagy az ős paleo, vagy akár az amerikai irányzatokra, hanem csak úgy tekintek rájuk, hogy különböző emberek különböző nézeteket vallanak, idézőjelben hordanak időnként össze ezt, azt, amazt. Erről elolvastam a Rob Wolfnak, vagy a Kresszernek a könyvét. A Rob Wolf az tetszett, de tulajdonképpen lehet, hogy sokkal okosabb ő az életben, meg nem olvasgattam a blogját, meg a válaszait, de hát ez a könyve, ez semmi újat nem mondott. A Kresszert pedig kifejezetten azok közé sorolom, akik hát talán már bizony kezdenek kártékonyá válni. Tehát ez a könyve kifejezetten nekem kártékony volt, amit ez a saját paleókod, vagy valami ilyesmi volt a címe. Ami lényegében abban foglalhat össze, hogy egyél 30 napig valódi paleót, aztán utána kezdjél el visszavezetni mindenfélét, és ha nem árt, akkor azt teheted. Csak hát ez abszolút
képtelenség, hiszen a nyugati étrendet is lehet 30 évig is úgy enni, hogy látszólag az embernek nincsen semmi baja, tehát nem fog az kiderülni még pár év alatt sem, hogyha valakinek árt valami. Bocsi, ez itt a zaj miatt ki kellett vágnom a kérdés, de az új könyvéről kérdeztem, a Paleo táplálkozás haladóknak című könyvéről, és hogy kiket tart haladóknak idézőjelben. Hát akik már gyakorló paleósok, és szembesültek olyan problémákkal, amikre ők megoldást vártak a paleótól. Haladó a cím, tehát nem szeretnék senkit például becsapni, és a kiadó sem szeretne senkit becsapni, hogy mondjuk valaki ezt jó hallottam erről a paleóról, na itt egy könyv, akkor megveszem. Ő ne vegye meg, mert akkor olyan, mintha számolni akarna megtanulni, és venne egy felsőbb matematikáról szóló könyvet, tehát ez nagyon a dolgok közepébe vág. De persze nem akarnék senkit lebeszélni róla, hogy vegye meg, mert jó, ha ez megvan, mert azért sok kérdésre lehet, hogy ami még esetleg föl sem merült benne, már megtudhatja a választ, hogy esetleg föl legyen készülve arra, hogy csalódhat a paleóban, mert sem a paleó, sem más életmód vagy étrend, az nem mindent oldhat meg. Ugye több témát is boncolgatsz benne, és most gondolkoztam, hogy melyikről kérdezzelek először, de ugye a ketogén diéta, arról írsz benne többek között, és én személy szerint próbáltam a ketogén diétát, de akkor is meglepő nekem, hogy ennyire ilyen forró topikká vált ez itthon, vagy hogy egyáltalán, tehát ugye te pszichológus is vagy, tehát pszichológusként is, meg táplálkozástudósként is kérdezlek, hogy szerinted hogyan lehet egy ennyire az átlag ember számára életidegen táplálkozásmód, mint a ketogén diéta, egy ilyen divattá? Hogyan tud ez ilyen divatos mozgalommá válni? Hát valószínűleg ennek több egyénenként változó oka van, de azért nyilván altípusokat lehet leírni. Tehát az emberek szeretnek szektásodni, szeretik magukat különlegesnek és kiválasztottnak érezni. Ők a paleóban is azt látták meg, hogy akkor most borzolhatják a környezetük idegeit. A proféta hajlamúak, akik elkezdtek az interneten különösebb előképzettség nélkül ketogént majmolni, azokkal meg ugye az a probléma, látjuk is, hogy az egyik az már ott tart, hogy gyakorlatilag a nyugati étrendet kezdi hirdetni, a magas szénhidrát bevitel, alacsony zsír, de úgy kezdte pár hónappal ezelőtt a pályafutását, hogy a ketogént hirdette, és mindenki hülye volt, aki nem azt teszi, el is nevezte ugye okos paleónak az ő paleóját, szemben a populáris paleóval, ahogy szokták gúnyolni a általán képviselt realista paleót. És aztán az illető, mondom, gyakorlatilag átfordult az ellentétébe. Tehát ez is mutatja, hogy valójában itt átgondolatlan törekvések vannak, amiknek igazából nem is a táplálkozás tudomány felül lehet megalapozni, mi mozgatja ezeket az embereket, tehát nem arról van szó, hogy tudományos meggyőződés vagy ilyesmi. Mondjuk valami olyasmi, hogy ha a paleó jó, akkor ha kilugozzuk és még tisztábban éljük, akkor az lenne a ketogén, akkor az még jobb. És akkor ilyen leveleket kapok, hogy valaki autoimmun betegségben szenved, és akkor ő most akkor elkezdeni a ketogént. És akkor visszakérdeztem, hogy ne arra, hogy hol olvasta azt, hogy az autoimmun betegségre a ketogén az jobb lenne mondjuk, mint a paleó, vagy miért lenne jó? Szóval szerintem még az fontos megjegyezni, hogy szerintem sokan azért próbálják ki a ketogént, mert hogy azt hallják, hogy hát, hogy az ember a saját zsírját használja föl üzemanyagként, meg a zsírtéget, meg stb. És akkor azt gondolják, hogy na jó, hát akkor de jó, akkor csak zsírt fogok enni, nem fogok szénhidrátot tenni, és akkor annyit lehet enni, amennyit csak akarok. És nagyon, tehát elég csak megnézni Jimmy Moore-t, aki az egyik legnagyobb ilyen nemzetközi szószólója a ketogén diétának, és hát nem kicsit túlsúlyos a csávó, hanem ilyen valami 50 kilót kéne lefogynia. Ezt azért érdemes tisztázni, nem? Tehát, hogy azért, mert az inzulin szintet alacsonyan tartjuk, meg csak fehérjét, meg zsírt teszünk, attól még lehet hízni. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen imást építette ki a ketogén köré, és senki nem gondolkodott el azon, amit azért most ebben a könyvemben ugye megírtam, hogy valójában a világon nincs egy természeti nép, aki ketogénen élne. Ez egy legenda. Ez a filozófiai
síkon levezetett még tisztább étrend. Tehát valójában az, hogy az ember vészüzemmódba tud ketogén üzemmódba kapcsolni, vagy hogy bizonyos kórképekben, amik ugye bár azért alakultak ki, mert előzőleg az illető mondjuk nyugati étrenden élt évekig, most az epilepsziát leszámítva, de hát az is egy elgondolkodtató dolog, hogy miért egyre gyakoribb az epilepszia, nyilván itt epigenetikai, meg egyéb hatások is lehetnek benne. De hát ez egy gyógyétrend, és valójában alkalmatlan arra, hogy huzamosabban valaki ezt kövesse. A másik dolog, amit gondoltam, hogy érdemes megemlíteni, hogy írtál a cukor anyagcseréről. És talán ez mostanában egy ilyen eléggé sok vitát kavaró téma. Szerinted a cukor az elhízáshoz milyen módon járul hozzá? Azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok cukrot fogyasztanak rejtett formában is az emberek, tehát valószínűleg az a mostanában már a WHO-t is elérő új gondolat, hogy a cukorfogyasztást csökkenteni kéne, ez valószínűleg egy nagyon hasznos dolog. De hát nyilván azért nem csak a cukortól híznak az emberek, hanem a rengeteg kenyértől, tésztától, süteménytől, egyebektől. Tehát itt általában az a finomított szénhidrátokkal van baj, és ennek csak egy része a cukor. Igen. Tehát mondjuk, hogyha neked, ha most jönne hozzád, nem tudom, lenne egy unokatestvéred, mondjuk, aki jönne, azért, de Gábor, most nem akarok elmélyedni itt a táplálkozástudományba, csak mondd meg, hogy nagyjából miből mennyit kell enni, fehérjéből, zsírból, szénhidrátból, akkor mi lenne szerinted mondjuk egy ilyen jó általános megközelítése? Hát most lehetne elméleti arányokat mondani, de én ezt nem is tartom jónak, azért nem tartom jónak, mert ha megnézzük azt a 239 törzset, amit a Kordén ugye kigyűjtött valami etnográfiai atlaszból, akiknek a táplálkozását ismerjük, és kétségtelen, hogy az látszik, hogy nagyon sok, tehát a törzsek többsége, mondhatni, hogy aki megengedheti magának, az nagyon sok állati eredetű ételt fogyaszt. Azért fontos mindig hangsúlyozni, hogy állati eredetű, mert hogy nem csak húst, hanem sok zsírt, sok belsőséget, sok velőt, meg mindenfélét. Tehát ugye ez egy probléma, hogy az emberek a hússal azonosítják az állati eredetű terméket. Na most viszont ebből a grafikonból az is világossá válik, hogy gyakorlatilag bármilyen arányban eszünk növényt és állati eredetű táplálékot, az mind paleó. Tehát gyakorlatilag a paleót nem lehet úgy definiálni, hogy milyen arányban fogyasztunk valamit, hanem egy más megközelítésben azt lehet mondani, hogy csak olyasmit fogyasztunk, amihez evolúciósan alkalmazkodtunk, vagy másképp fogalmazva, amit egy viszonylag stabil környezetben évtizedekig fogyasztott az ember. Na most, mivel a növények azok nagyjából azért ilyen rokonfajok, tehát nyilvánvaló, hogy a brokkolit azért tudjuk megemészteni, mert ugyan lehet, hogy brokkolit a paleóban, paleókor embere nem talált, vagy nem fogyasztott, de hasonló fölépítésű növényeket viszont igen. De a lényeg az, hogy nem lehet mondani arányt. Tehát ez azért is fontos, mert például a paleóra ugye sokan olyanok térnek át, akiknek már eppenműködési zavaraik vannak, meg egyebek. Most akkor ő nekik azt mondani, hogy hát akkor ők nem is paleók, hogyha nem eszik nagy kanállal a zsírt, meg nem esznek húst hússal. Tehát valószínűleg mindenkinek a saját ízlésére kell bízni. Az a lényeg, hogy honnan veszi, hogy mit vesz magához. Innen jutott eszembe, hogy bizonyos embereknek jobban fog működni egy nagyobb zsírbevitel, másoknak jobban fog működni egy másik szénhidrátbevitel, de szóval a fehérjével kapcsolatban szerintem sokan úgy vannak, hogy hogy a fehérje az csak azoknak fontos, akik fitnessben érdekeltek, meg hogy sokat kondíznak, meg stb. És szerintem ilyen módon a mozgással is így vannak sokan, meg az izomtömeggel is így vannak sokan, hogy ez csak ilyen külső jegy, és hogy ez csak az ilyen felszínes embereknek fontos. És gondolom, hogy ebbe egyetértesz, hogy egyáltalán nem. Tehát a mozgás, és az, hogy az embernek van egy egészséges izomtömege, most nem azt mondom, hogy 200 kilóval kell fekve nyomnia az átlag embernek, de az egészséghez is hozzátartozik, nem csak ilyen fitness törekvésekhez. Hát így van. Na most egyébként
Az ilyen testépítő meg egyéb irányzatokkal én is értek egyet. Tehát most aztán én talán paleózhat, vagy mondhatja valaki, hogy ő paleózik, meg mellette még testépítő. Most az a fajta, aki aztán ki akar állni a színpadra, tehát nem az, aki, mert én magam is súlyzózok, hanem is látszik rajtam, de ez egy természetes dolog. Tehát az izomzat az egy neuroendokrin szerv is. Az egy fontos szervünk, tehát nem elég az, hogy csak összetartsa a csontokat. Arról nem beszélve, hogy az életkor előre haladtával az izomzat sorvad. És gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy a természeti emberek 70-80 éves korukig ugyanúgy fürgék és dolgoznak és többet termelnek, mint amennyit elfogyasztanak, tehát aktívak és egészségesek, ezzel szemben én mindig elszörnyedve látom, hogy az én korombeli, vagy kicsit idősebb emberek már csosszogva mennek, már jön a busz, akkor nem is futnak, mert hát reménytelen, vagy még majd jó elvágódnak, és itt áll. Tehát, hogy egy olyan fajta leépülés figyelhető meg a társadalomban, ami nem egyszerűen csak a táplálkozással függ össze, hanem azzal, hogy egyre kevesebbet mozognak, ez egyre jobban bekorlátozza őket, ugye csökken az izomerejük, a mozgás koordinációjuk, minden, és akkor ez újabb és újabb korlátokat állít eléjük, és így beszűkültenek be a mozgástér egy idő után. Ugye ezt én nagyon veszélyesnek tartom, és hát mi hangsúlyozunk is mindig, ha lehet, hogy a paleo az nem csak egy táplálkozási mód, hanem egy életmód, csak nyilvánvaló, hogy akkor, amikor egy társadalomban az emberek 60%-a túlsúlyos vagy elhízott, Ott tulajdonképpen még a frontvonalban a táplálkozás hangsúlyozása van. Igen, és hogyha már az életmódot említetted, hogy ugye írtál a stresszről, meg a kávéfogyasztás, mondjuk nem tudom, nem feltétlenül függ ezt a kettő, de mondjuk először beszélünk a stresszről, amiről írtál az új könyvedben, hogy azért sokszor lehet hallani így emberektől, hogy jaj, én csak azért vagyok túlsúlyos, mert sokat stresszelek, és attól hízni fogunk, tehát sokkal egy mentségnek is használják ezt. Szóval mi a helyzet a stresszel? Milyen hatással van mondjuk a testfelépítésre egyrésztről, másrésztről meg az ember fiziológiájára? Hát igen, ott írok a kortizol szerepéről, hogy a zsírsejtek termelik, meg átalakítják, meg egyebeket. Ez ideig rendben van. Én azért nem szeretek a stresszel foglalkozni, mert én most azt mondom neked, hogy figyelj, látszik rajtad, hogy nagyon van stresszelve, és holnaptól csökkentsd a stresszt. Akkor te neked valami olyat mondok, mint hogy azt mondanám, hogy most ugorjál helyből 5 métert magasságot. Nem fogsz tudni. Tehát a stresszről az egy olyan szemetes kosár tulajdonképpen. Azt mindent meg lehet magyarázni a stresszel, és gyakorlatilag ilyen nesze semmi fog meg jól dolgot adunk az embereknek, mert tulajdonképpen föl se tudják egyrészt mérni, hogy most az ő életükben mi a stressz. Hát mondjuk élnek egy valamilyen házasságban, világos, hogy ha jót akarnak maguknak, nem azt fogják gondolni, hogy rossz házasságban élnek, vagy ha valaki felvilágosítja őket, hogy rossz házasságban élnek, akkor nem fognak elválni. Vagy akkor azt mondják nekik, hogy javítsd meg a házasságodat. Vagy hagyd ott a munkahelyedet, legyél önálló vállalkozó, és na de hát ezek mind képtelen tömeges méretekben nem oldható meg, tehát egy adott korra jellemző egy stressz szint. Most az egy következő kérdés, hogy vajon a természeti népeknél tényleg úgy kell elképzelnünk, hogy az ott az a havaj, süt a nap, melegítik a napon a hasukat, időnként lőnek egy madarat, meg kiásnak egy gyökeret, és jól vannak. Hát, hogy nyilván ugyanúgy stressz van. Tehát nagyon nehéz ezt összemérni, lehet, hogy vannak erre vizsgálatok, de kétlem. Mert hát természeti népeknél most kérdőíveket kitöltetni, mikor írni is, olvasni se tudnak, meg hát szóval ezek képtelenségek, meg hát adaptálni. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk összemérni, de azt feltételezhetjük, hogy az embernek a stressztűrő képessége az nagyon nagy. És éppen ezért is írok arról, hogy ilyen mellékvese kifáradás szindróma, hát ez gyakorlatilag egy képtelen gondolat. Ez megint egy modern találmány, mint a kandida fertőzöttség, meg hasonlók, mindig vannak ilyen divatos, megfoghatatlan diagnózisok, amik arra jók, hogy a különböző közérzeti panaszokat, amiket senki nem tud semmire visszavezetni, nehéz megfogni őket, azokra találunk egy ilyen kulcsmegoldást, hogy hát a stressz, hát ki van fáradva a mellékvesét, és így tovább. Na most azt gondolom, hogy ezzel kár operálni,
a stresszt az persze mindenkinek a maga életében meg kéne próbálni csökkenteni, de nem az fogja megoldani a problémákat. De ez gyönyörű, nem számítottam erre a válaszra, mert mindig olyan furcsában néztem ezt, hogy ilyen egészségguruk így arról beszélnek, hogy hát, hogy igen, hogy hihetetlen fontos, hogy ne stresszelj, és hogy 9 órát aludj egy éjszaka, és így gondolkoztam, hogy de ez oké, de hogy? Tehát, hogyha nekem ez nem megy, akkor ez hogyan fog rajtam segíteni? És ez meg a másik, hogy a kortizol, mint a stresszhormon, az minden esetben rossz az ember számára? Tehát, Az tulajdonképpen egy védőhormon. Tehát például ez amikor én először még így kutató pszichológusként szembesültem azzal, hogy a gyomorfekélynek utána akartam nézni, tehát én nekem gyanús volt ez az egész pszichoszomatikus betegség elmélet, ami az 50-es években vált népszerűvé a pszichológiában, ugye mindent lelki tényezők okoznak, ez ma is ilyen abszolút felszínes stílusba él a közember fejében, hogy minden fejben dől el, meg hasonlókat szoktak mondani. És akkor én ezeknek a pszichoszomatikus betegségeknek tételesen elkezdtem utána járni, mondván, hogy lelki okokból csak úgy keletkezhet betegség, ha arra van idegpálya, meg transzmitter, meg tehát megtaláljuk az átkapcsolás helyét. És a gyomorfekélynél azzal szembesültem, hogy a gyomorfekély akkor alakul ki, amikor a kortizol szint átmenetileg lecsökken. Tehát a frontális lebenyben, különösen a jobb oldalon van a kortizol szabályozásnak a központja, tehát ez nem szimmetrikus, de a jobb féltekkel félelmi válaszokért, meg egyéb ilyen veszélyreakciókért ő a felelős. És a kortizol, a magas kortizol szint védi meg az embert a gyomorfekélytől, és amikor az lecsökken, tehát ez a bizonyos generális kifáradás szindróma, amit a Selye leírt, akkor, vagy adaptációs szindróma, akkor jelenik meg a gyomorfekély. Tehát például ez csak arra, akkor szembesültem először azzal, hogy hoppá, hát a kortizol, akkor ez egy védő faktor. Mert előtte meg mindig a immunrendszer szupresszánsaként beszéltek róla, meg mindig mint rossz dologról. Holott világos, hogy dinamikusan úgy néz ki a dolog, például mondjuk immunrendszer működés szempontjából, hogy a stressz hatására hirtelen megnő az immunválasz, és a kortizolnak kell visszafognia. Tehát ez olyan, mint a egyik láb nyomná a gázt, és a másik láb meg finoman a fékkel beállítaná, hogy azért nehogy elszálljunk. Hát védi a csontozatot, meg mindenféle. Tehát itt tulajdonképpen a kortizol az egy ilyen nagyon fontos felülszabályozó szerepet tölt be. És hát nyilván stressz helyzetben pedig cukortermelést serkenti meg egyebek, tehát hogy a stressz válaszban is fontos szerepe van. Ja, na jó, akkor beszéljünk egy kicsit a kávéról, mert én nagyon örülök, hogy te propagálod a kávéfogyasztást, mert én függő vagyok, egy picit talán néha túl is adagolom, de szóval milyen hatásai vannak az egészségre nézve a kávénak? Hát a korrektséghez az tartozik, hogy én állandóan figyeljem az ellenirányú kutatásokat, és azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag nem nagyon találtam a kávéivást ellenző komoly kutatást. Tehát az egyik az, hogy ugye ez egy nagyon különös dolog, ezt írtam is a könyvemben, hogy a koffein és a kávénak gyakorlatilag ellentétes hatása van. Tehát a koffein, ami a kávénak csak egy alkotó része, az kifejezetten rosszulhat a cukoranyag cserére, és ugye egyetlen egy kutatócsoport van, akik ezt időnként egy-egy kutatást benyomnak a szakirodalomba, és akkor aki kávé ellenes, az őket idézi. És ezzel szembeállítható, hogy tucatjával lehet idézni azokat a vizsgálatokat, ahol pedig a kávé ivással arányos védőhatást mutattak ki, például a kettes típusú cukorbetegséggel szemben. És ennek nyilván rengeteg oka van, az egyiket a klorogénsavnak tulajdonítják, ami lassítja a szénhidrátok felszívódását, és még nyilván egy csomó antioxidáns, meg egyéb hatások is szerepet játszanak ebben. Aztán például a Parkinson betegség kockázatát felére csökkenti, ami
ezek a megfigyeléses vizsgálatok nem szokták megmagyarázni, hogy most akkor mi lehet az összefüggés, de például a dopaminer transmissziót az serkenti a kávé, tehát akkor valószínűleg, hogy ez lehet az egyik oka. Elképzelhető, hogy a húgysav szintet is emeli, és a húgysav, magas húgysav szint az pedig véd például a Parkinson betegség ellen is. És tehát ha már koffeinről beszélünk, szerinted mondjuk mennyi, tehát vagy csak hogy azok, akik ezt hallgatják, hogy egy pohár kávé az hiszem 100 mg körül van? Igen. Napi koffein bevitel az mennyi, az ami mondjuk biztonságosnak mondható szerinted? Hát milligramban nem tudnám kifejezni, én van olyan nap, hogy 8 kávét iszok, nem gyengét szoktam inni, tehát akkor mondhatjuk, hogy én mint kísérleti alany állíthatom, hogy 1 gram koffein simán bevihető. De itt nyilván arról van szó, hogy van egy hozzászokás. Tehát ugye kedvenc példám az arzén evők, ezt még gyerekkoromban olvastam, a svájci pásztorok fiatal koruktól kezdve egyre növekvő mennyiségű arzént fogyasztanak, mert ezt valahogy azt gondolják, hogy ettől erősebbek lesznek. Tehát ezt nem tudni, hogy mi a magyarázata ennek, de kétségtelen, hogy tulajdonképpen a halálos dózis többszörösét el tudják már fogyasztani felnőtt korukban, annélkül, hogy látszólag bármi bajuk lenne. Hát nyilván aztán a felhalmozódó arzén az ugye okoz problémákat, de minden esetre nem arzénmérgezésben halnak meg. És ugyanígy van a kávéval is. Tehát megszokták különböztetni a kávé vagy koffein naív embereket, meg a habituálisan kávézókat. Akik rendszeresen kávéznak, azoknak nyilván a szervezetük ellen regulációval védekezik a negatív hatásokkal szemben. Tehát erre is számos ilyen kísérletet lehetne idézni, hogy valaminek egészen más a hatása, ha már a szervezet megszokta, mint hogyha valaki életében először, hogy havonta egy kávét iszik, akkor világos, hogy olyan szívdobogása lesz, hogy... Hát valószínűleg mindenki érzi, csak még valahogy válaszoljak, valószínűleg mindenki érzi, hogy amikor már elkezd remegni a keze, akkor már sokat ivott. Tehát ez egyénileg változó, hogy kinél, hol van az a határ, ameddig még jól esően aktiválja, vagy már túlpörgeti a kávé. Most nem igazán tudom, hogy hogyan váltsak át ide, de gondoltam, hogy jó lenne arról is beszélgetni, hogy ugye te pszichológus vagy, ugye emberi lélektanról, meg pszichológiáról írtál több könyvet, és most, hogy nem sokára jön ugye az új év. Szerinted... Igaz, arra gondoltam, hogy azt kérdezném meg tőled, hogy ugye mondjuk, hogyha az ember le akar fogyni például, azt néhány pontban le lehet írni, hogy mit kell ahhoz az embernek csinálnia, hogy lefogyjon. Hogyha az ember azt kutatja, hogy hogyan lehet boldognak lenni, akkor lehetne néhány pontban összeszedni, hogy mit kell az embernek ahhoz csinálni, hogy egy boldog életet éljen? Hát én a lefogyást sem tartom olyan egyszerű dolognak. Én azt szoktam mondani a lefogyásnál is, hogy identitásváltással lehet csak elérni a valódi életmód változtatást. A kedvenc példám az anonim alkoholisták mozgalma, ahol szintén identitásváltás következik be, tehát az alkoholistából segítő lesz, aki már azon dolgozik, hogy másokat leszoktasson az alkoholról. Ezáltal tulajdonképpen egy olyan identitása alakul ki, amivel már nem fér össze az, hogy ő megigyon. Most a paleó is valahogy így kell átalakítsa az embert, vagy az embernek át kell alakulnia ahhoz, hogy... Tehát hirtelen például értékké kell váljon az egészség. Ha valaki csak le akar fogyni a paleóval, akkor az le fog fogyni, és utána visszaáll. Sok ilyen történetet hallok, visszaáll a nyugati étrend, és akkor rájön, hogy megint fájnak az ízületei, és akkor megint úgy nyúl a paleóhoz, mint egy diétához, ami... Tehát akkor ő nála nem történt identitásváltás. Ő előtt a gyukán étrendet, meg a South Beach-et, meg hasonlókat is kipróbálta nyilván, tehát ezek neki módszerek, és nem egy eszme. Na most ugyanígy a boldogság, ugye kétféle boldogságot szoktunk megkülönböztetni, az egyik ez a materiális javak gyűjtögetése, meg tegnap éppen erről beszélgettünk, és mondta valaki, hogy na ezért kell élményeket gyűjteni, és nem vagyontárgyakra. És mondtam, hogy hát bocsi, de az élmények gyűjtése az ugyanaz. Ugyanúgy gyűjtesz valamit, most lehet, hogy kézzel nem megfogható, hanem jártál ebbe az országba, meg abban, meg bejártad a világot.
ugyanaz a telítődés figyelhető meg, mint a bármilyen anyagi javak felhalmozása esetén, hogy már unom az utazást, már minden országot láttam, már kész, kiégtem. Viszont amikor valaki a belső fejlődést, önmaga fejlesztését, önmaga kibontakoztatását, fölfedezését, próbára tevését kezdi el gyakorolni, kimeríthetetlen. Tehát ez az úgynevezett eudaimonikus boldogság, amikor az ember, és nem is öncélúan, itt nagyon fontos, már Arisztotelész is, aki ugye nem fölfedezte ezt a boldogságot, hanem csak leírta, hiszen tulajdonképpen a törzsi életben, és ezért ez az egész boldogságkönyv, bár nem volt ráírva nagy betűkkel, de ez tulajdonképpen a paleo eszmének az egyik kinövése, mert hogyha az embert evolúciósan nézzük, akkor mindig az a kérdés, hogyha valamilyen érzelemre vagy motivációra fogékonyak vagyunk, akkor az miért alakult ki? Mert minden evolúciósan alakult ki. Tehát, hogyha mi azt nézzük meg, hogy milyen boldogságra születtünk mi, ős eredetileg, akkor azt fogjuk találni, hogy egy olyan boldogságra, ami úgy teszi boldoggá az embert, hogy a közösségért végez valami olyan hasznos dolgot, ami őt is egyben fejleszti. Na most ez az eudaimonia. És Arisztotelész pontosan ezt írta le. Tehát ugye az volt egy csoda korszak a görög városállamok ideje, amikor hát persze ellenmondásokkal, mert ott is voltak rabszolgák, de mondjuk a szabadok világában, az anyagi bőségben mindenki rátalálhatott arra az útra, hogy én művelődök, vitatkozok, fejlesztem az elmémet, tornaórákra járok, bajvívás gyakorlok, stb. Tehát testi-lelki fejlődés volt a cél. Most a mai ember ugye ezt nagyon nehezen tudja megvalósítani, mert őt ipari robottá képezték ki. Tehát az egész oktatásunk minden arról szól, hogy ne eredeti legyél, ne kreatív legyél, ne önmagadat keresd, hanem magold be azokat az ismereteket, amik ahhoz szükségesek, hogy utána a gyárban tud nyomkodni a gombot, vagy az irodában tud pötyögni az Excel táblázatokba az adatokat. Ennek ellenére ezt a törekvést nem szabad feladni. Tehát az ember, a mai ember 8 óra munka után hazamehet, és ő ott akkor megtalálhatja az igazi boldogságát. Tehát én azt gondolom, hogy és ezt meg is kell, mert értelmetlen és üres az élet, hogyha gyakorlatilag csak dolgozunk, és újra termeljük magunkat, a szabadidőnket arra használjuk, hogy másnap újra tudjunk menni igát húzni. Akkor az utolsó kérdésem az lenne, hogy most, hogy közeledik az új év, és sokan, vagy hát az emberek többsége az majd tesz valami újévi fogadalmat. Mi lenne, vagy mi szerinted annak a kulcsa, hogy ez ne csak egy ilyen üres maszlag legyen, ami kitart addig, ameddig tart az újév utáni ilyen lelkesedésnek nem néhány napig, és akkor aztán minden visszáll a régibe. Tehát mi különböztet meg egy valódi törekvést arra, hogy nagyon most tényleg megváltoztatjuk az életünket, vagy a viselkedésünket, vagy az identitásunkat attól, hogy hát jó, oké, most vagy ezt fogom csinálni, de igazából én is tudom, hogy semmi realitása nincsen ennek. Hát ugye az a probléma, és a mai pszichológia még adós egy új emberképpel, azzal az emberképpel, ami valóban az ember működését írja le. Tehát ma még csak arról szól a pszichológia, hogy hogyan szeretnénk, hogy működjön az ember, hogyan képzeljük el, hogy működnie kéne, de az ember nem úgy működik. Tehát nem mi irányítjuk az agyunkat, hanem agyunk irányít minket. Amit úgy kell érteni, hogy ez a bizonyos akarat, amire mindenki oly sokat épít, és folyamatosan csalódik, de ettől nem ábrándul ki, mert hiszen nincsenek fogalmaink arra a helyzetre, ahogy valójában működünk. Az agy előbb dönt el valamit, elkezdi végrehajtani a cselekvést, és mellékesen egy, nevezzük akarat központnak, megüzeni, hogy éppen folyamatban van egy cselekmény szerveződés. És az akarat élmény tulajdonképpen a cselekvés szerveződés egy késői
pontján, szinte a kivitelezés előtt 2 másodperccel születik meg. Ezért tűnik nekünk úgy, hogy akarunk valamit, és már is csináljuk. Ez azért lehetséges, mert valójában előtte már az agyunk régen eldöntötte ezt a viselkedést, és mindegy engedélyt kér, hogy akarjuk-e mi ezt végrehajtani, és amikor mi akaratélményt élünk át, és azt hiszük, hogy azzal indítottuk el a cselekményt, valójában csak jóvá hagytuk a cselekményt. Ha evolúciósan nézzük ezt az egész problémát, akkor azt látjuk, hogy az állatok nem akarnak, hanem az állatok, ha valamit megkívánnak, vagy valamitől megijednek, akkor az a megfelelő cselekvést végrehajtják. De nekik erről nincsen egy akaratélményük, hogy na most akkor én azért menekülök, mert elhatároztam, hogy menekülök. Meg egyébként embereknél se, mert hiszen az emberek is előbb menekülnek, aztán észreveszik, hogy ők most éppen menekülnek. Ugye amikor az én tudat rátelepedett a korábbi evolúciós fejleményekre, tehát a viselkedés szervezésre, akkor gyakorlatilag kialakult egy olyan központ, ez már azért a majmoknál is megvan nagyjából, hogy tudjam gátolni a viselkedésemet. Akár ilyen különböző megfontolásokból eredően. Tehát a viselkedés gátlás lehetősége jelent meg az akarati funkciókkal, és ezt mi összekeverjük azzal, hogy azt hiszük, hogy mi indítjuk a viselkedést. Tehát azt meg tudom gátolni, hogy valamit ne tegyek meg, de azt kevésbé sikeresen tudom meggátolni, hogy megtegyek valamit, ha az én agyam meg akarja tenni. Tehát ezért nehéz leszokni az alkoholról, a kábítószerről, a sok evésről, meg mindenféle rossz szokásokról. Tehát gyakorlatilag, ha kevésbé filozofikusan akarjuk megközelíteni a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy az embert a szokásai irányítják. Tehát gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy a személyiség nem más, mint egy szokásrendszer. Na most ebből az következik, hogyha én végre akarom hajtani az újévi fogadalmaimat, akkor valójában azzal kell szembenézzek, hogy vannak masszív, mély gyökerekkel bíró szokásaim, amikről valahogy le kéne szoknom. Most, hogyha megvizsgáljuk, hogy a szokásokat tulajdonképpen mi váltja ki, mi indítja el, akkor ez kiábrándító lesz, de nagy mértékben a környezet kontrollál minket. Tehát ahogy az állatvilágban is, egy kutya nem álmodozik egy csontról, csak ha meglátja, akkor hirtelen meg nagyon akarja. Most mi is így vagyunk, hogy amíg meg bizonyos környezetben vagyunk, persze rendkívül komplex módon működik az emberi agy, meg a környezet érzékelése is, hiszen nem csak azt látjuk, amit látunk, hanem a fantáziánkban látjuk a múltat is, meg a jövőt is, meg nagyon sok minden. Tehát ez egy nagyon bonyolult belső környezet is, de ez a külső belső környezet az, ami végül is kontroll alatt tart minket, és elindít bizonyos szokásoknak a végrehajtását. Most az egészet azért taglaltam ilyen részletesen, mert a leghatásosabb személyiségváltozást az például a környezet megváltoztatásával lehet elérni. Tehát a vizsgálatok azt mutatják, hogy akik gyökeresen meg tudták változtatni az életüket, azok például elköltöztek egy másik városba, vagy egy másik országba, vagy elváltak és újraházasodtak, és itt. Tehát gyakorlatilag a radikális környezetváltozás az, ami igazán meg tudja változtatni az embert. Mert akkor újra új szokásokat kell fölépítenie, ott a viselkedés gátlásnak nagy szerepe van, hogy milyen csábításoknak kezdek engedni. A másik ez az identitásváltás, ami tulajdonképpen, hát most nem kell bizonygatni, hogyha valaki elmegy mondjuk Angliába, akkor az egy másik identitás lesz, ott fölépít egy új identitást, és ott meg tud szabadulni azoktól a régi problémáitól esetleg, amit otthonról hozott. Tehát az újévi fogadalmak ekkor valósíthatók meg, hogyha vagy a környezetünket tudjuk megváltoztatni, kontrollálni, befolyásolni. Például nem megyünk el ezentúl bizonyos társaságba, ahol mindig leittuk magunkat. Ha úgy akarjuk ezt megúszni, hogy elmegyünk a társaságba, de elhatározunk, hogy mi nem iszunk, az előbb-utóbb kudarcba fog fulladni. Na hát ennyi lett volna az interjú, remélem, hogy tetszett. Azt hiszem, hogy néhány fontos dologról, vagy érdekes dologról sikerült beszélnünk Gáborral, és mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a weboldalát, tényektévhitek.hu.
illetve a könyveit, amiket írt a táplálkozás és a pszichológia témakörében, azokat is nagyon erősen ajánlom. És ugye még egyszer a legutóbbi könyve, amiről ez az interjú is szólt, leginkább az a Paleolit ismeretek haladóknak című könyve. És nem sokára majd feltöltök egy videót, ahol hát így reflektálok arra, amikről beszéltünk ebbe az interjúba, mert sokat gondolkoztam azóta a különböző témákról, amikről beszéltünk, és ezeket majd kifejtem a későbbiekben. És amikor ez a videó elkészül, akkor majd természetesen linkelni fogok ebben a videóban ahhoz a videóhoz. Úgyhogy mindenki, aki meghallgatta ezt az interjút, köszi. Remélem, hogy tetszett még egyszer, és a későbbiekben majd jelentkezem új tartalommal.